képviselőtársai nagy többségét ezt nem értek. Van egy kisebbség. A kisebbség a kisebbségben talán. Már nagyon régóta működik egy kisebbségi közös csoport. A közös esetben azt jelenti, hogy minden frakcióból léphetnek be a csoportba, és együtt leülünk és megtárgyalunk különféle kérdéseket. A mi ez esetben természetesen magyarországiak, határokuliak, baszkok, katalánok, van egy-két német, akit az érdekli, finnországi svéd képviselő általában eljön, skótok, belsziek időnként eljönnek. Tehát van körülbelül 30 képviselő a 751-ből, aki effektíven foglalkozik ezzel. Amit igazából, és nem akarom lebecsülni, de nem sokkal több, mint egy önképzőtől. Számomra nagyon érdekes, hogy egyszerre jöttek a frízek, és megmondták, hogy ez a problémáis. Nem tudtam, hogy ez egy érdekes történet, ez Nyugat-Anglia legnyugati csücske, ahol megpróbálják újra feléleszteni a kelta nyelvet, ami kihalott azt hiszem a 19. század végén, 20. század elején. És most újra tanulják, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ők is eljöttek, és én megkérdeztem tőlük, hogy miben különböznek az angol. Hát mások vagyok. És akkor kérdeztem, hogy akkor hogyan ismerjük föl egymást? És hogy néztek rá, hát miért csak úgy tudjuk, hogy tudod. Hát igazából nem kaptam rendes válaszot. De érdekes volt minden is. Most nem is tudom, hogy ki volt. Ja, nem tudtam elmenni. Ez mindig a plenáris héten szokott összejönni. Nem tudtam elmenni valami más. Tehát a probléma effektíve abból áll, hogy az ember megnézi a szerződést, és mindig visszatér a szerződésre, az alapjogokban ott áll a kisebbség jogai. És amikor mi elmegyünk a bizottsághoz, akkor mindig azt mondjuk, hogy ez tagállami kompetencia. Mi ezzel nem foglalkozunk. A helyzet. És akkor hiába mondom azt, hogy kérem szépen, másfajta kisebbségekkel foglalkoznak, ezzel miért nem? Nem mondják azt, hogy csak, de effektíve ez a válasz. Na most lehet, hogy is valami változik. Nem tennék nagyon sokat erre a dologra, de amikor ott volt az akadémiai bizottságban, a fennemített Timmermans, akkor valaki föl, lehet, hogy én már nem tudom, de többen fölvetették ezt a kérdést, és mondta, hogy igen, de valóban én tényleg nagy probléma ezzel kell foglalkozni. Jelent valamit, nem, azt nem tudom, de például tavaly előtt már nem emlékszem, azt hiszem, hogy ez a mikrokollégiumról szólt, de kaptam egy nagyon komoly anyagot, ezt elküldtem Timmermansnak, úgy dobták vissza, hogy tagállami kompetencia ezzel nem foglalkozni. Azt el tudom képzelni, hogy ezek a levelek, ezek a beadványok nem jutnak el a Timmermansig, hanem a kabinettje visszaküldik. Ez lehetséges. És akkor lehet, hogy először találkozott azon a problémával, hogy minden az hagyjuk tőle, hogy kapjon kompetenciát. Na meglátjuk. Ez a kisebbség bolgári kezdeményezés, lehet, hogy ez is változtat a helyzetet. De tényleg van egy botrány, hogy Európa lakosságának 8-10%-a egy kisebbségi nyelvet beszél. És ezeknek a jogait nem nagyon szabályozza az Európai Unió. Valahol egyáltalán nem. Tehát mindenkinek elmennek van a joga a nyelvet használatban. Milyen szinten, milyen formában, felsőoktatás például, ezen nincs lehet. És az alapjogi kártya ezzel nem igen foglalkozik, tehát ez egy
ez egy szabályozatlan helyzet, amivel szerintem valójában az Európai Unió nem akar foglalkozni. Na most egy kis botrányt okoztam, azt mondom, ez tavaly előtt volt, amikor ebben a csoportban a fennvidékiek, tehát a MKP jött el, és akkor kicsit ironikusan mondtam, hogy igazából Európa csak akkor foglalkozik ezzel, hogyha kirobban egy háború, és aztán említettem Macedóniát. És erre egyik képviselőtársam, a nevét is nem fogom megmondani, azt nyilatkozta az újságnak Pozsonyban, hogy hát ez az a söptén, aki háborút akar kirobban. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy jól beszélgettünk. Professzor úrnak köszönjük szépen az előadást, köszönjük szépen a válaszokat, és további jó munkát. Köszönjük szépen.